Hírstúdiónk vendége dr. Pintér Zoltán Árpád, aki az elmúlt időszakban új könyvén dolgozott. Könyvbemutatójára Karcagon és Budapesten fog sor kerülni. Mai vendégünk dr. Pintér Zoltán Árpád, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium pedagógusa. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm én is a televízió nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Nemrég értesültünk róla, hogy megjelent tanár úr új könyvének a kézirata. Mit lehet tudni a kötetről? Hát igen, ez egy gyakorlatilag hosszabb ívű történet, és egy picit a régmúltra nyúlik vissza. Ugye most lassan egy hónap múlva, 2020. októberében lesz 3 éve, hogy megjelent a korábbi kötetem. Sokan ismerhetik Karcagról ezt a kötetet, ez a Háború körében című kötet, amely gyakorlatilag a 20. századi Karcag múltjával foglalkozik, gyakorlatilag a két világháború Karcagvárosra gyakorolt hatásmechanizmusait elemeztem benne egy szaktudományi monográfia műfajában, egy egyébként ritka elemzési módszerben, ami Magyarországon nem annyira divatos, még inkább Nyugat-Európában elterjedt, az úgynevezett hátország történetkutatás műfajában. Én a mai napig azt tekintem számos más publikáció mellett a úgymond a nagy műnek, amivel tényleg rengeteget dolgoztam, sok évnyi kutatás van abban a munkában, rengeteg háttérmunka, rengeteg munkaóra és energia van abban a kötetben, és egyébként a mai napig büszkén fogadom, ha elismeréssel, gratulációval fordulnak hozzám, hiszen sok mindenki az eljutott már ez a kötet. Amit viszont nem szoktam emlegetni, és itt most töredelmesen bevallom, hogy én nagyon elfáradtam. Akkor, amikor ez a kötet megjelent, én akkor megfogadtam magamnak, hogy hát most pihenni kell, takaréklángra kell tenni a kutatást, mert a gimnáziumi feladatok mellett, meg egyéb más közéleti feladatok mellett azért nagyon sokat kivett belőlem ennek a megírása. Na, ez a fogadalom sikerült tulajdonképpen annyira jól, hogy ezt én 17 őszén megfogadtam, hogy bizony most takarékláng jön és most nem kutatok, de 18 tavaszán már én elkezdtem egy új kutatást körvonalazni, sőt gyakorlatilag 2018 nyarán én elkezdtem levéltározni ismét, és az elmúlt 3 évben magyarországi, sőt volt olyan, hogy külföldi levéltárakba is eljutottam, ott levéltári iratokat, iratanyagokat, fondokat, állagokat kutattam, szereztem be, és gyakorlatilag 2019 őszétől, hát néhány napja fejeztem be a kéziratot, 2020. augusztus közepéig folyamatosan írtam, amikor csak időm volt rá, nyilván a szünetekben egy picit jobban meg tudtam ezzel a munkával lódulni, az iskola időben kevésbé. Ami viszont fontos, hogy most egy kissé elkanyarodtam a korábbi kutatási iránytól, bár én egyébként 20. századdal foglalkozó történész vagyok, sőt megmarad szívem csücskének a 20. század, és Karcagtól sem kanyarodtam el nagyon, de most egy 18. századi karcagújszállási katonatisztnek a szaktudományos biográfiáját alkottam meg, tehát tulajdonképpen egy katonai életutat követtem végig a 18. század korszakán, ami egyébként történészként azt mondom, hogy egy egészen más korszak, nagyon más megközelítést igényel, mint maga a 20. század, egy lovagiasabb, én a könyvben meg is magyarázom, egy szimmetrikusabb, a lőpor egyensúly szimmetriájában működő korszak, ugye a 18. század egészen más megközelítést igényelt a feldolgozása. Ha esetleg az érdeklődőket tovább lehet csigázni, akkor ráadásul, és szerintem ez nem olyan nagy titok, elárulhatom, hogy az Zrínyi Katonai Könyvkiadó gondozásában fog majd a kötet megjelenni, ami szerintem most Magyarországon az egyik legjobb történelmi szakkiadásokkal foglalkozó kiadó, és a kiadóval tárgyalásokat folytatok az ügyben, és úgy néz ki, hogy meg is valósul, és emiatt tényleg különleges lesz a kötet, hogy bilingvis kiadványként két nyelven fog megjelenni, tehát az én magyar nyelven megírt kéziratom kap egy szaknyelvi angol fordítást, és ha minden jól megy, akkor ez egy vaskos, jelentős kötetként fog megjelenni két nyelven, két szaktudományos lektorációjával, nagyon különleges mellékletekkel, amiket nagyon nem volt könnyű beszerezni, de hál' Istennek sikerült, úgyhogy izgalommal tekintek a jövő elé. Bár a valósághoz hozzá tartozik, hogy a kéziratot ugyan leadtam a kiadónak, de pontosan az említett tervek miatt ez szerintem 2021-re fog átcsúszni a megjelenése. Várjuk majd, és a könyvbemutatót is. Természetesen. Nagyon érdekes lesz. Budapesten is, és Karcagon is mindenképpen. Köszönöm szépen az interjút. Én köszönöm a lehetőséget.